Az előadás fő témája a hekkerek kultúrájának megismertetése volt, melyek azok a módszerek, amik veszélyesek lehetnek ránk. A digitalizáció világában élünk, és több veszély leselkedik ránk. Egyre többen esnek áldozatul a kiberbűnözésnek, az adatlopásnak, azonban némi odafigyeléssel tehetünk ellene. Borbala István azt javasolja, eszközeinket mindig záróljuk, és lehetőség szerint ne a születési dátumunkat adjuk meg jelszónak, hanem mindig egy erős jelszót generáljunk, mert ez megnehezítheti a hekkerek dolgát. Ahol lehet, éljünk a kétfaktoros azonosítással. Hangsúlyozta, ha egyszer feltörik eszközeinket a hekkerek, bármeddig képesek elmenni. Gondoljunk csak abba bele, hogyha a telefonunkat elhagyjuk. Tudunk fejből telefonszámot? Tudunk-e fejből e-mail címet, számlaszámokat? Hány helyre kell a telefonunk a belépéshez? Ez néhány olyan kérdés, ami kapásból fáj mindenkinek. Én azt a kérdést tenném föl, hogy ha ellopja valaki a telefonunkat, hány helyre tud belépni a nevünkbe? Gyakorlatilag teljes identitást tudna ellopni, és gyakorlatilag bűncselekményeket követhet el a nevünkbe. Úgyhogy mire kiderül az igazság, addig nagyon sok kellemetlen órát tudott nekünk szerezni. Ez magánszemélyek esetén is probléma, cégek esetében fatális kimenetelű tud lenni. Tehát gondoljunk csak bele, valaki 20-25 évet fölépít egy vállalkozást, és valaki néhány kattintással a nettó árbevételét elveszi. A technika fejlődése nem csak könnyebbséget hozott az életünkbe, hanem a biztonsági rések tárházát is megnyitotta, melyeket a kiberbűnözők ki is használnak. Azonban nem csak rossz szándékú hekkerek vannak, akadnak jók is. Hekkerből nagyon sok fajta van. Mondjuk így, hogy fekete kalaposnak hívjuk a legmagasabb tudású és a bűncselekményeket végrehajtó kiberbűnözőket. Etikus hekkerek a fehér kalaposak, mi ugyanazokra vagyunk képesek, mint a fekete kalaposak, azzal a különbséggel, hogy mi csak legális keretek között hekkelünk, azzal a célra, hogy az ügyfél rendszereit jobbá tegyük, megerősítsük, csak az ügyfél beleegyezésével és a kijelölt határokon belül tevékenykedünk. Sajnos kevesebben vagyunk, mint a nem etikusak. Az előadás során az is elhangzott, ne higgyük azt, hogy velünk soha nem történhet meg a kiberbűnözés, ezért legyünk óvatosak és figyeljünk eszközeinkre, ugyanis akár hónapok is eltelhetnek az adatlopás is, aközött, hogy ezt észrevennénk.